Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós. Egyedül leszek ma a stúdióban, egy nagyon érdekes űrtörténeti témát fogok feldolgozni, amiben most futottam bele, de eddig nem hallottam erről, de aztán elkezdtem utána olvasni és feldolgozgatni ezt a témát, annál is inkább, mert egy olyan epizódja egyébként az űrrepülések történetének, ami egyre inkább megint aktuális lesz, ugyanis megint egy olyan időszakába kezdünk ráfordulni az emberekkel végrehajtott űrutazásoknak, amelynek során már egyáltalán nem csak úgynevezett professzionális, vagyis teljes munkaidős, hogy mondjam, csak olyan emberek, akiknek az állandó, több éven át tartó pénzkereseti lehetősége, tehát nem csak ilyenek mennek az űrbe, hanem egyre inkább mindenféle ember elmegy ismét az űrbe. Volt már ilyen időszak az 1980-as években, és abban az időszakban játszódik ez a történet, ami tehát azért tanulságos, mert tanulhatunk belőle érdekes dolgokat arról, hogy mik történhetnek, amikor mondjuk 7 embert, akik igazából nem mind ismerik egymást olyan jól, összezárnak egy fémkaszniba és fölküldik az űrbe. Ezek olyan leckék, amik pszichológiai szempontból is nagyon érdekesek egyébként, és mondom még egyszer, egyre inkább releváns lesz ez megint. Na most miről van itt szó? Azért dióhéjban elmondom a történetet. A történet az röviden annyi, hogy 1985-ben felment a Challenger űrrepülőgép, ami aztán egy évvel később egyébként nagyon tragikus körülmények között ugye felrobbant. De ez még nem az a repülés, hanem egy évvel korábbi repülés, amelynek során a fedélzeten az egyik űrhajós, aki nem is olyan értelemben volt űrhajós, hogy profi űrhajós csoportnak volt a tagja, tehát nem egy NASA alkalmazott volt, vagyis nem egy főállású űrhajós ilyen értelemben, aki tényleg éveken keresztül kiválasztásra kerül, és egy nagy űrhajós csoport, mondjuk 10-15 tagú űrhajós csoport tagjaként éveket vár arra, hogy eljusson egy repülésre, és közben ott dolgozik Houstonban. Tehát nem egy ilyen űrhajós, hanem egy olyan űrhajós, aki egyébként főfoglalkozását tekintve egy fizikus volt, akit konkrétan kijelöltek arra, hogy végrehajtson egy kísérletet az űrben. Ez a kísérlet nem működött, és ezen a ponton az űrhajós lényegében megfenyegette a földi irányítást, hogy hát hogyha nem hagyják, hogy megjavítsa ezt a kísérletet, akkor megpróbálom szó szerint idézni, amit mondott. Tehát azt mondta egyébként ez az ember, hogy if you guys don't give me a chance to repair my instrument, I'm not going back. Tehát, hogyha a srácok, ha nem adtok nekem esélyt arra, hogy megjavítsam az eszközömet, a kísérleti eszközömet, akkor nem megyek vissza. Na most ez egy olyan fenyegetőzés volt, ami korábban hasonló se hangzott el az űrkutatás történetében, és hát ez egy olyan dolog volt, amit azért kezelni kellett, egy ilyen szintű zsarolást, és erről szól ez a mai adás, meg hogy aztán később ennek hatására milyen intézkedéseket vezettek be az űrrepülőgép programban. Na de mielőtt ráfordulnánk erre a történetre, egy kicsit erről az egész történeti kontextusról, ugye még egyszer ez egy 1985-ös történet, április 29-e és május 6-a között volt fent a Challenger űrrepülőgépnek az STS-51B nevű küldetése, ami egyébként a 17. repülés volt az űrrepülőgép programban. Ez a furcsa számozás, hogy 51B, ez nem azt jelenti, hogy az 51. repülés volt, vagy ilyesmi, hanem az 5-ös az azt jelenti, hogy ez az 1985-ös költségvetési évre volt betervezve, az 1-es az azt jelenti, hogy a floridai, és nem a Vandenbergi űrközpontból indult, amúgy az összes onnan indult, tehát végül semmi olyan űrrepülőgépes út nem történt, aminek a második számjegye 2-es lett volna, tehát Kaliforniából nem indultak űrrepülőgépek, de volt
volt akkor még ilyen terv. És a B az meg azt jelenti, hogy az adott évben, tehát az 1985-ös költségvetési évre hanyadik repülésként volt ez beütemezve, a B az azt jelenti, hogy második, mert már BC második betűje. Tehát ezt jelenti ez a kódolás, amire akkoriban áttért egy ideig a NASA, hogy így jelölték ezeket a küldetéseket. Tehát ez volt az STS-51B útja, a később bal sikerű, vagy később hát nagyon csúnya véget ért Challenger űrrepülőgépnek. Na most, ezen a repülésen utazott ugye egy héttagú legénység, amely, vagyis személyzet, bár mondjuk itt a legénység is megfelel, mert itt mindannyian legények voltak, vagyis hát férfiak. A parancsnok az Bob Overmeyer volt, akinek ez volt a második és utolsó űrrepülése. Ő egyébként még a 60-as években lett kiválasztva a NASA-ba, egyébként részt vett, nem repülő űrhajósként, hanem például moszkvai kapcsolattartóként az 1975-ös szovjet-amerikai űrrepülésben is, a Soyuz Apollo programban. A pilóta ülésben Frederick vagy Rick Gregory-t találjuk, aki az első olyan fekete űrhajós volt, aki pilóta volt az űrrepülésen, tehát nem az első fekete űrhajós, mert korábban már küldetés specialistaként fölmert Guy Bluford, azt hiszem, hogy alig két évvel korábban, 1983-ban, ő lett az első fekete amerikai az űrben, amúgy egyébként nem az első fekete ember lett az űrben, mert ebben megelőzte Amerikát a szovjet Interkozmos program, amelyben a kubai űrhajós Arnaldo Tamayo Mendez már korábban följutott a földkörüli pályára. Na de mindegy, a lényeg, hogy egyébként Gregorynak később nagy karrierje lett, és NASA igazgató is volt egy időben. Tehát ő volt a küldetésnek a pilótája. Aztán ugye űrrepülőgép személyzetek, ezek a Space Shuttle űrrepülőgép személyzetek, ezek úgy néztek ki, hogy van egy parancsnok és egy pilóta, ők lényegében, hát a parancsnok ugye mindenért felelős, ő fogja össze az egész küldetést ilyen értelemben, tehát ő a parancsnok, ugye ott van mellette a pilóta a jobb ülésben, tehát úgy, mint egy utaszállító repülőgépen van ott elől két ülés, és ott ül a főpilóta és a parancsnok és a másodpilóta, vagyis a pilóta. Ők felelősek lényegében például magáért a repülésért, pályamódosításokért, a visszatérésért a föld légkörébe, meg minden ilyesmiért, tehát tényleg a repülést igénylő feladatokért. De hát ugye itt a fő feladat ezen a küldetésen persze a tudományos kutatás volt, amit az is jelez, hogy itt a nem is olyan rég két adással ezelőtt emlegetett Space Lab európai ESA fejlesztésű kutatómodul ott volt az űrrepülőgép rakterében, amiben 15 különböző kísérlet volt elhelyezve. Ez volt a Space Lab 3 küldetés, vagyis a harmadik ilyen út, amelyen a Space Lab repült, és hát volt ott, mondom, mindenféle kísérlet, egészen az asztrofizikai megfigyelésektől kezdve az áramlástani kísérletekig mindenféle, és hát ezek végrehajtására egyrészt ott van a fedélzeten három úgynevezett mission specialist, vagyis küldetés specialista, ezek is rendes, tisztességes, idézőjelek bezárva, NASA alkalmazásában álló űrhajósok voltak. Itt van például Dan Lind, aki talán mindenképpen azok között van, akik a legtöbbet vártak egy űrrepülésre, ugyanis őt még a 60-as években kiválasztották űrhajósnak. Már akkor 1969-ben már részt vett az Apollo 11 előkészítésében, például ő volt az egyik felelőse a Neil Armstrongék által a Holdra kihelyezett kísérleteknek a felügyeletébe, tehát az űrhajósok közül ő volt a felügyelője annak, hogy minden rendben menjen azok kifejlesztésével, és hogy az űrhajósok igényeit is figyelembe vegyék. Tehát ő már 1960-as évek végén már benne volt az űrhajós programban, de aztán tartalékszemélyzetekben volt a Skylab idején. Egy nagyon érdekes repülésre is kijelölték, amikor úgy volt, hogy a Skylab űrállomást meg kell menteni, mert hogy volt valami gond az egyik űrhajóval, és akkor majdnem felment egy kettőtagú mentő legénység, hogy visszahozza a másik hármat, és akkor lett volna egy öt ember, amit beletesznek egy Apollo kabinba, és visszajött volna. Ez lett volna a Skylab Rescue Mission. Na erre is kijelölték őt, de erre végül nem került sor, mert úgy ítéltek meg, hogy nincs erre szükség. Tehát aztán a lényeg az, hogy éppen ekkor 1900
1985-ben, tehát csak nem 20 évvel azután, hogy kiválasztották űrhajósnak, akkor repült Don Lind először és utoljára. Neki amúgy még olyan érdekessége van, hogy ő volt az első mormon űrhajós, tehát a mormon vallású Utah államból, Salt Lake City környékéről érkezett Don Lind. Aztán még itt találjuk ugyancsak ilyen profi mission specialistnek az orvos, és egyébként azt hiszem tengerészgyalogos is, hátterű Norman Taggartot, aki egyébként a Florida State University-n nagy tiszteletnek örvend, mert ott végzett, és ott még egy épület is el van róla nevezve. Norman Taggart, aki később még többször repült az űrbe, ő lett aztán később az első olyan amerikai, aki egy szovjet űrhajón, vagyis hát akkor már orosz, tehát egy orosz űrhajón ment föl a Mir űrállomásra a 90-es években. Tehát az első olyan amerikai, akit nem amerikai űreszközzel ment föl az űrben. Na, tehát eddig elmondtam 5 embert, és akkor jön még a 2 úgynevezett payload specialist. Na, itt jönnek az úgynevezett nem profi űrhajósok. A payload specialist az azt jelenti, hogy rakomány specialista, vagy teher specialista. Ezek általában olyan emberek voltak, jellemzően mérnökök például, vagy kutatók, akik konkrétan részt vettek mondjuk egy eszköznek a kifejlesztésében, aminek köze volt ehhez az úthoz, és konkrétan annak a működtetésére delegálták őket ebbe a személyzetbe. Tehát őnekik nem kellett olyan rigorózus és hosszú ideig tartó kiképzésen keresztül menni, mint a többi rendes űrhajósnak, és ennek megfelelően ők jellemzően mindig később csatlakoztak be egyébként az amúgy már bizonyos szempontból összeszokott legénységeknek a munkájába a felkészülés során. Na most itt általában mondom, mérnökökre kell gondolni, nem csak feltétlenül, tehát payload specialist kategóriában repültek például olyan emberek, mint amikor szenátorok fölmentek az űrbe, illetve kongresszusi képviselők, Jay Garn szenátor, illetve a NASA jelenlegi elnöke Bill Nelson 1986-ban pont úgy ment föl az űrbe, hogy payload specialistként. Amúgy később, amikor újra volt egy ilyen, hogy egy szenátor ment fel az űrbe, hát az maga volt John Glenn, aki ugye korábban persze az első amerikai volt földkörüli pályán, de akkor még csak 40 éves volt, és aztán politikai pályára állt, mert akkor a népszerű hős volt, hogy nem is engedték volna repülni. Azzal vigasztalodott, hogy lett belőle Ohio-i szenátor, majd a nyugdíjazása után 77 évesen, később 1998-ban fölment az űrbe, ugyancsak payload specialist minősítésben. Tehát ilyen payload specialist, ja, és egyébként még a Bill Nelsonhoz egyébként hozzátartozik, aki mondom, a jelenlegi NASA adminisztrátor, vagy NASA igazgató, és 1986. januárjában volt payload specialist. Alig néhány héttel azelőtt, hogy a következő starton a Challengeren ugye felrobbant az űrrepülőgép, ahol szintén voltak payload specialistek 2, és az egyik payload specialist az Krista McAuliffe volt, a tanárnő, ugye a Teacher in Space program keretében. 80-as években kitalálta a régen kormányzat, hogy mennyire menő lenne, hogyha tanárok mennének az űrbe, és onnan élőadásban 2 40 perces tanórát sugároznának a súlytalanságról, meg mindenféle ilyesmiről. Ezt egy vetélkedő keretében országos jelentkezők sokaságából választotta ki 2 tanárnőt, Krista McAuliffe-ot és Barbara Morgant. És Krista McAuliffe kapta meg a repülésre a lehetőséget payload specialistként. De hát ugye sajnos a repülőgép, az űrrepülőgép felrobbant, tehát 3 másodperccel a start után és a legénység életét vesztette. A tartalék Barbara Morgan egyébként később, sokkal később feljutott az űrbe, de már nem payload specialistként, hanem mission specialistként, ő már később konkrétan űrhajósnak állt, és végül tartott órát az űrből, de hát ez már a 2000-es években történt. Na igen, és a másik, egyébként még egy érdekes dolog, hogy a másik ember, aki ugye a Challenger katasztrófában payload specialistként ott volt a fedélzeten, ez a Greg Jarvis nevű fickó, aki szintén nem a NASA űrhajósa volt, hanem a Hughes nevű telekommunikációs műholdakat gyártó cégnek volt az a mérnöke, akit ide kirendeltek, és neki az volt a dolga ezen a küldetésen, hogy egy kísérletet végezzen, ami lényegében azzal volt kapcsolatos, hogy hogyan lötyög a rakéták hajtóanyag tartályában az üzemanyag, és ezt egy súlytalansági kísérletben kellett vizsgálni, ami lényegében azzal volt kapcsolatos, hogy volt egy átlátszó hengerű alakú tartály, amit lehetett így meg úgy forgatgatni, és azt kellett vizsgálni benne, hogy hogyan lötyög a folyadék.
amiből azt lehetett megtanulni tényleg, hogy a műholdak, amikor pályát módosítanak, de közben súlytalanság van, tehát ugyanúgy a folyadék a hajtóanyag tartályokban mindenféle furcsa dolgot művel a súlytalanságban, hogy akkor milyen mozgások, formákkal lehet egyébként a legjobban optimalizálni azt, hogy a szelepekhez, a kiáramló részhez, a hajtóműhöz eljusson a hajtóanyag. Na most, ez a Greg Jarvis, ez egyébként egy repüléssel korábban lett volna payload specialist, csak amikor a szenátor úr kijelentette, hogy ő bizony politikai súlyát latba vetve lényegében kizsarolt magának egy repülést, ugye Bill Nelson, jelenlegi NASA igazgató, demokrata párti képviselő, akkor arról a repülésről egyszerűen átpakolták a Greg Jarvis-t a következő repülésre, és akkor azon a Bill Nelson képviselő úr volt a payload specialist, és a Greg Jarvis meg átkerült a Challenger repülésre néhány héttel később, amebbe bele is halt. Szóval hát ugye pont a Challenger katasztrófa világított rá arra, hogy egyáltalán nem annyira egyszerű ez a helyzet, és nem annyira úgy van az, ahogy a NASA szerette magával is elhitetni, meg a világgal elhitetni, hogy itt már gyakran, már szinte gyerekek mehetnek az űrbe, tényleg, mert egy annyira biztonságos, rutinszerűen működhetető rendszerről van szó, hogy itt már kockázat nélkül lehet repülni, mintha ez olyan lenne, mint a Boeing 747-es, csak kicsit magasabban repül meg gyorsabban, de hát lényegében ezt igyekezett kommunikálni a NASA, hát és ráadásul pont amikor a tanárnő ment volna az űrbe, a Challengeren, mint payload specialist, akkor persze azt az egész amerikai Egyesült Államok összes iskolájába kivetítőkön meg tévéken élőben nézték, pont a Teacher in Space program miatt közvetítették élőben egyébként, mert akkor már egyáltalán nem volt akkora nagy szám, hogy indul egy űrrepülőgép, hogy amúgy nem adta ezeket élőben a nemzeti tévé, de hát itt így történt, és hát mindenkinek látnia kellett élőben, hogy ilyen csúnya történet kerekedett ki ebből. Utána nagyon le is csavarták a Payload Specialist programot, amúgy még olyan ilyen politikai utasok is voltak itt, mi például, mint a Salman Sultan al-Saud nevű herceg Szaúd-Arábiából, nyilván egy kormányközi megállapodás értelmében az olajállamnak az egyik hercege felment az űrbe. És akkor itt is voltak persze mindenféle fincsiségek, hogy például, tudom én, a Shannon Lucid amerikai űrhajósnő ott volt, és ahogy ez lenni szokott, például az űrhajósnők azok ilyen rövid nadrágban dolgoznak a fedélzeten, tehát nem teljes hosszú mit tudom én, tréning ruhában, hanem ilyen kis rövid naciban, és akkor például ebből volt ilyen hogy például amikor sajtótájékoztató van az űrből, akkor a Shannon Lucid az vegye föl a hosszú nadrágját, mert nehogy azt lássák a szaudi tévénézők, hogy ilyen félmeztelen nőkkel mulatott a herceg az űrben, amikor persze Szaúd-Arábiában nagyon szigorú előírások vannak arra, hogy egy nő az hogyan öltözködhet, meg mit csinálhat, aztán ugyanúgy, amikor a szultán meghívta a repülés után a Shannon Lucidet, meg a legénység többi tagját Amerikában, és a Shannon Lucid űrhajósnőt nem tudta elkísérni a férje, mert nem ért rá, akkor konkrétan kisebb diplomáciai balhé keveredett abból, mert kiderült, hogy nők egyedül, kísérő nélkül, hogyha nincs ott a férjük, vagy apjuk, vagy valami ilyesmi, akkor nem léphetnek be Szaúd-Arábiába. Tehát nem tudom most, hogy van, de akkor ezt így konkrétan törvény tiltotta, meg akkor sem, hogyha korábban egyébként a herceggel repültek az űrbe, úgyhogy végül is Shannon Lucid majdnem lemaradt a partiról, és hát aztán ilyen hátborzongató dolog történt, hogy ugyanazt a jogi kiskaput használták ki, mint egyébként második Erzsébet korábbi szaúd-arábiai látogatásakor is, amelynek keretében ezt figyeljétek, tiszteletbeli férfivé nyilvánították Shannon Lucidot. De természetesen Shannon Lucid egyébként szakadt a röhögéstől, egyébként természetesen ő jól fogta meg a dolgot, de hát azért szóval itt az ég és föld találkozott. Na mindegy, a lényeg, hogy ilyenek voltak. Tehát ezek mind a sztori, amit most elmondtam, a szenátorok repülése az űrbe, meg a szaúdi herceg például, ez mind az 1985-86-os idényben történt. Persze a Challenger katasztrófa is Greg Jarvis-szal és Krista McAuliffe tanárnővel a fedélzetén. Szóval valami ilyesmi volt, Come Fly With Us. Ez volt ráírva a Payload Specialist programot népszerűsítő poszterre, gyere, repülj velünk. Hát ez tényleg mint egy ilyen, mint hogyha ez bizony valami utazási iroda lett volna.
annak ellenére, hogy persze az ő repülőgép az egy nagyon veszélyes repülőrendszer volt, tehát ilyen értelemben a NASA kommunikációja nem volt egyenes, és hát meg is mutatta előbb a Challenger, aztán a Columbia tragédiája, hogy itt bizony egyáltalán nincs arról szó, hogy itten veszély nélkül lehetne mindenféle civileknek röpködni az űrbe. Na de térjünk vissza a hőseinkhez, tehát elmondtam, hogy milyen payload special, milyen parancsnok pilóta és milyen mission specialistek voltak, és ezen a repülésen, tehát 1985-ben az STS-51B-n ott találjuk Bill Thorntont, ja nem, őt már elmondtam, vagy nem, lehet, hogy nem mondtam, de Bill Thornton is egy NASA űrhajós volt, tehát akkor Bob Overmeyer, Rick Gregory, Don Lind, Norman Taggart és Bill Thornton, ők voltak a NASA hivatás űrhajósai, és hozzájuk csatlakozott két érdekes ember. Egyrészt Ludewijk van den Berg, aki egy fizikus volt, aki az első holland volt lényegében az űrben, de nem volt holland állampolgár már akkor, mert ő 1975-ben, miután kiment Amerikába, elvégezte ott a doktori iskolát, fizikus lett, és utána amerikai állampolgár lett, és ilyen minőségében ment már föl ez a holland fizikus az űrbe, és egyébként ezzel megelőzte az szintén 1985-ben, de későbbi hónapban igazából holland színekben feljutó Wubbo Ockelst. Tehát ez a Ludewijk van den Berg volt az első, ilyen értemben az első holland nemzetiségű az űrben, és hasonló elsőséget tudhat magának főhősünk Taylor Wang. Taylor Wang az első kínai nemzetiségű és Kínában született ember volt, aki feljutott az űrbe, de ő is honosított játékos volt, ő is amerikai állampolgár lett. Ő 1940-ben született Shanghaiban, és aztán amerikai állampolgár lett. Hát ugye a kommunista hatalomátvétel idején a Kuomintang kormánnyal együtt az ő szülei is Tajvanra mentek át, Tajvan szigetére, és aztán onnan Amerikába ment tovább tanulni, a UCLA-n, vagyis a University of California at Los Angeles híres egyetemén szerzett előbb diplomát, aztán doktorátust, utóbbit 1971-ben, és már rögtön 1972-ben átment a szomszédba, Pasadena-ban, Kaliforniában, a Caltech-en, pontosabban a Caltech és a NASA, vagyis a NASA által közösen üzemeltetett JPL, Jet Propulsion Laboratory-ban kapott ilyen posztdoktori állást, ez 1972-től, tehát egy évvel azután, hogy ledoktorált, és ott el is kezdett rögtön ilyen anyagtudományi kísérletek tervezésével foglalkozni, súlytalansági anyagtudományi kísérletekkel, és sok érdekes cikket írt, meg ilyesmi, amúgy soha nem akart űrhajós lenni, tehát ilyen céljai nem voltak, hogy az űrbe akart volna repülni, de a Drop Dynamics modul, vagyis csepp dinamikai modulnak ő lett a fő kutatója, PI, Principal Investigator, tehát a vezető kutatója ennek a projektnek, ami tényleg azt vizsgálta volna, hogy megint csak nagyon érdekes dolog, manapság is egy csomó nyitott kérdés van ebben, én is foglalkozom ilyesmivel amúgy, tehát hogy a cseppek különböző anyagok egymásban hogyan áramladnak a súlytalanságban, különböző folyadékok, és ez nagyon érdekes, na ezt vizsgálta volna az ő általa tervezett, hát az ő általa vezetett csapat által tervezett szerkezet. Ez a bizonyos Drop Dynamics modul. És akkor 1982-ben a NASA úgy döntött, hogy ezt a kísérletet föl kell vinni egy űrrepülésre, és ez az űrrepülés következett be 1985-ben, és őt választották ki, hogy legyen a PI, vagyis legyen a PS, a Payload Specialist ehhez a konkrét kísérlethez, és akkor őt is alá, ugyanúgy, ahogy egy másik kísérlethez meg volt ez a Ludewijk van den Berg, tehát ők ketten voltak az ilyen úgymond részmunkaidős űrhajósok, ahogy a többiek hívták őket, mert a profi űrhajósok úgy hivatkozták rájuk, hogy part-timers, vagyis hogy részmunkaidősök. Egyébként érthető egyébként az, hogy eleve ferde szemmel nézték az úgymond hivatásosok az ilyeneknek a megjelenését, legyen az fizikus, vagy kongresszusi képviselő, vagy tanárnő, vagy akármilyen random mérnök egy műholdfejlesztő cégtől, vagy akár egy szaudi herceg. Tehát a lényeg, hogy azért képzeljük el, hogy ott van például ebben a legénységben Don Lind, akiről elmondtam, hogy csak nem 20 évet várt arra, hogy feljusson az űrbe, onnantól kezdve kiválasztották őt a NASA-ba űrhajósnak, és hogy mennyit gályázott, dolgozott, meg minden, és akkor egy beérkeznek ezek a emberek, akik amúgy nem is akartak űrhajósok lenni, miközben az a
a hivatás űrhajósok tényleg az életüket feltették erre. Például a Taylor Wang az soha nem akart űrhajós lenni, egyszerűen így esett, és akkor ők úgy érezték a hivatásosok, hogy ezek a part-timerek, vagy részmunkaidősök, ezek igazából ő előlük kapolják el az értékes helyeket, amikért kb. Minden űrhajós ölni tudott volna. Szóval érdekes felállás. Na szóval így fogadták, de amúgy is gyanús volt ez a csomó ember, mert ezek az emberek bár átestek valami orvosi és pszichológiai vizsgálatokon is, de ahogy mondtam, elég sokszor előfordult, hogy ők később a felkészülési folyamatnak egy késői fázisában kapcsolódtak be a felkészülésre, és nem egyszer panaszkodtak arra a parancsnokok, hogy egy kicsit kiszolgáltatott érzés olyas valakivel együtt repülni egy ilyen veszélyes repülésen, mint egy űrrepülés, akiről ugye nem lehet tudni, hogy miféle ember. Az űrhajósok tényleg évek óta ismerik egymást, együtt dolgoznak, tehát az űrhajós dolgozása azért 90%-ban úgy van, hogy hát irodájuk van, meg ülnek egy asztalnál, és mindenféle tennivalójuk van az űrprogramban, és csak a legritkább esetben van az, hogy konkrétan tényleg egy küldetésre készülnek, hogy fölmennek. Tehát az van egy összeszokott ilyen astronaut corps űrhajós különítmény lényegében, de hát ezek nem voltak ennek a tagjai is, és hát ennek megfelelően gyanakvással fogadták őket, főleg, hogyha okot is adtak erre, hogy a Taylor Wang-re utalhat valószínűleg az a kommentár, hogy amikor az ilyen rövidített felkészülése során belekerült a legénységbe, akkor azt mondja a parancs, hol olvasom ezt? Na, ezt olvasom például Mike Mullin-nak a könyvében, aki egy MS volt, egy Mission Specialist, egy hivatásos NASA űrhajós, aki írt egy egészen fantasztikus önéletrajzi könyvet, aminek az a címe, hogy Riding on Rockets, és akkor van neki egy egész fejezet, ami a part-timerekről szól, vagyis a payload specialistekről. Ő írja, hogy volt egy eset, és ez majdnem biztos, hogy ez a Taylor Wang-re utal, csak nem nevezi nevén. Azt mondja, hogy volt egy eset, amikor a parancsnok ott kissé idegesítette, hogy van az egyik payload specialist, akinek a kedvenc fixációja volt, és rengetegszer rákérdezett, hogy tényleg csak úgy kell kinyitni, hogy tényleg, ha elfordítom ezt a kapcsolót, akkor kimegy a levegő az űrhajóból. Tényleg ennyire vagyunk a haláltól? És hogy nagyon sokszor visszatért erre a témára, és rendszeresen kérdezgette erről. Olyannyira, hogy szinte zavarba ejtő volt, úgyhogy gyakran emlegette ezt a dolgot. Most erre megint csak egy NASA háttértörténet, hogy a Space Shuttle-ön tényleg van egy fogantyú, amit egészen egyszerűen, nem az, hogy nagyon könnyen, tehát nem egy véletlenül arra tévedő könyökkel, de kész akarva tényleg igen egyszerűen az ember elfordít egy kilincset, és kimegy a levegő. Ez nem más, mint a kabinajtónak a nyitórendszere, amit kifejezetten azért terveztek könnyen nyithatóra, hogy bármiféle vészhelyzet van a Föld légkörében, vagy a Földön még az indítóállásnál, akkor gyorsan el lehessen hagyni a kabint. Ugye a NASA-nak jó oka volt gyorsan nyitható kabinajtókat csinálni, mert a nevezetes 1967-es tűzesetben, amikor egy indítóálláson végrehajtott teszt során az Apollo 1-ben kiütött egy tűz, akkor annyira nehezen, percek alatt lehetett volna csak kinyitni a kabinajtót, hogy a legénységnek esélyesen volt elmenekülni, és ezért meghaltak. És akkor a NASA elhatározta, hogy soha többé nem lesz ilyen nehezen nyitható kabinajtó, hanem mindig nagyon gyorsan és egyszerűen, lehetőleg másodpercek alatt kinyitható módon el lehessen hagyni a kabint a Földön, amikor kell. Na most, hát ennek megfelelően tervezték a Space Shuttle-nek, az űrrepülőgépnek is a kabinajtaját, amely tényleg egy fogantyú kinyitásával azonnal hús kiszalad a kinti vákumba a levegő, hogyha ez véletlenül az űrben történik, vagy direkt, és akkor hús kiszalad a levegő, és akkor mindenki meghal. Na és miután ez a Wang, ez a felkészülés során igen gyakran kérdezősködött erről, ezek után elkezdődött a repülés, 1985. április 29-én pályára állt az STS-51B. És még egyszer, a Wang volt az első, ez is fontos megjegyezni és aláhúzni még egyszer, hogy az első kínai nemzetiségű ember, kínai kultúrájú és kínai származású ember, még ha amerikai állampolgár is, ez a Taylor Wang volt az űrben. Kína aztán a 2000-es években már persze saját űrhajósokat, 2003-ban azt hiszem, 2003-tól kezdve a kínaiak saját űrhajósokat is felküldenek az űrbe, de hát még 1985-öt írunk ekkor. Na, és akkor mi történt itt? Eljött a küldetésnek a második napja.
Ehhez még annyit hozzátennék, hogy ahogy ezt már említettem két adással ezelőtt, a Space Lab küldetéseken, amikor ez az űrlabor, ez bele volt rakva az űrrepülőgépnek a rakodóterébe, a rengeteg tudományos kísérlettel, akkor, hogy maximalizálják a hatásfokot, nem egyszerre dolgozott a legénység, hanem két csapatban, ez az arany és az ezüst csapat voltak, a Gold Team, vagyis az arany csapat az Overmeyer parancsnokból, Don Lindből, a Mormon Mission Specialistből állt, ott volt még Thornton és Wang, tehát ez volt a Gold Team, ebbe volt benne a Taylor Wang, és a többiek, tehát Gregory Taggart és a Vandenberg alkották az ezüst csapatot. Ezek 12 órás váltásokban dolgoztak, amikor az egyik shift, vagy egyik váltás aludt, akkor addig a másik dolgozott a laborban, és aztán fordítva. Tehát folyamatosan ment a kutatás a laborban, az egyébként pontosan egy hetes, 168 órás űrrepülés során. Na most a második napon jött el annak az ideje, hogy Taylor Wangnek be kellett kapcsolnia a kísérletet. A saját kísérletét, ezt a Drop Dynamics modult, amiért tehát ő volt a felelős, és pontosan tudta, hogy ha valamit nem működik, akkor ez élete nagy lehetősége, hogy elvégezze a kísérletét az űrben, hogyha ez nem jön össze, akkor nagy valószínűséggel soha nem lesz még egy repülés, amin ez fölmehetne az űrbe. Arra az meg félleg végképpen lehet, hogy ő felmenjen még egyszer az űrbe. Na, tehát a második napon be kellett kapcsolni, és be is kapcsolta a kísérletet, és az nem működött. Egyszerűen nem akart elindulni a kütyű, és akkor teljesen kiakadt. Na, később, 2002-es interjúban azt mondta erről az esetről, hogy hát magát a fenyegetőzést sose hozta szóba, de egy 2002-es könyvben, ami a Space Shuttle The First 20 Years, tehát az űrrepülőgép program első 20 éveinek tiszteletére kiadott könyvben nyilatkozott, azt mondja, próbálom itt fordítani, hogy elképzelhetik a pánikomat, hogy az elmúlt 5 évet akkor arra fordítottam, hogy kifejleszem ezt a kísérletet, ráadásul én voltam az első kínai az űrben, és ennek megfelelően a kínai közösség az nagy figyelmet fordított a repülésre, és a kísérlet meg nem működött. És ehhez, hogy ez mekkora sok volt, és mekkora pánik nekem, ahhoz azt is meg kell érteni, hogy az ázsiai kultúrában mennyi, hogy mennek a dolgok, hogy ott igazából nem csak saját magadért vagy felelős, nem csak saját magadat képviseled, főleg egy ilyen repülésen, hogy az első kínai az űrben, hanem a családodat is. A családodat, és hogy elképzelte, hogy majd az apja azt fogja neki mondani, hogy még a kísérletedet se tudod rendesen megcsinálni. Tehát, hogy tényleg ennek megfelelően, amikor azt tapasztalta az űrhajós, hogy nem működik a kísérlet, akkor mondta, hogy hát hagyjátok, hogy én ezt hadd javítsam meg. Na most persze egy ilyen repülésen percre leosztva, be van osztva minden, hogy mit kell csinálni. A földi irányítók persze fel voltak ilyesmire készülve, elég gyakran előfordul, hogy egyik másik kísérlet nem jön össze, hát ez a földi laborokban is előfordul, az űrben meg pláne, tehát ez mindig benne van a pakliban, úgyhogy amikor javasolta, hogy hadd szereljen meg, akkor először nem adtak neki pozitív választ, és azt mondták, hogy egyáltalán nem lehet erről szó. Inkább foglalkozzatok mással, menjen tovább a program. Na, hát akkor persze, hát ő meg nem hagyta magát, és akkor ezt mondta, hogy azt mondja, hogy én ismerem nagyon jól a rendszeremet, kérlek, adjatok egy esélyt. És akkor ezután hangzott el a nevezetes mondat, amit már idéztem, tehát, hogy srácok, ha nem adtok nekem egy esélyt, hogy megszereljem a kísérletet, akkor nem megyek vissza. És hát ugye ez volt a fejvakarás kezdete, ugye még egyszer ehhez hozzá kell tenni, hogy hogyan tudott volna ő nem visszamenni. Hogy Taylor Wang az hogyan tudott volna nem visszamenni, hát persze, te vegyük hozzá a korábbi rendszeres kérdezősködését az ajtó nyitó mechanizmusról, meg hogy mennyire könnyen lehet kiengedni a levegőt a Space Shuttle-ből az űrbe. Hát, ja, szóval az volt, hogy Itt volt, mit lát ebből a legénység, mit lát az Overmeyer, például a parancsnok, aki azóta már elhunyt, tehát nem lehet erről megkérdezni, és egyébként még tegyük hozzá, hogy a többiek nagyon kommentelték, ugye Lind is meg, ugye volt a Silver Team, az ezüst csapat tagjai azok aludtak, a Wang az nem nagyon kommenteli az eseményeket, tehát e-mailekre nem válaszol az ügyben, az Overmeyer meghalt,
Igen, tehát a, és itt van, a Don Lind is meghalt, Thornton is meghalt, tehát igazából az van, hogy ebből a csapatból már, már egyébként csak Wengél. Ugye a másik három, akik meg Silver Teamben voltak, ők amúgy élnek, de ők mind aludtak, amikor ez történt. De a lényeg, hogy az viszont teljesen egyértelmű, hogy ez a mondat elhangzott, hogy nem jövök vissza. Na most az is van, hogy a repülés után az egyik repülés irányítóval beszélt Overmeyer, és elsztorizta neki azt, hogy itt a Thornton teljesen ki volt akadva, és az éjszaka, tehát a shiftjük, tehát a munkaidejük, a 12 órás földi, a Houston idő szerint éjszakára eső időszak, amiben nekik dolgozni kell, az nagy részt arra ment el, hogy a síró és teljesen kiakadt űrhajóst vigasztalgatta, aki többször is megismételte ezt a dolgot, hogy ő nem megy vissza anélkül, hogy megcsinálna a kísérletet. Most meg egyszer az, hogy ő nem megy vissza a földre, az nem opció, az csak úgy lehet egy ilyen űrsiklóban, hogyha senki nem megy vissza, és az volt a vicc, hogy hát tényleg adott esetben ez az ember, ez legalábbis annyira instabil volt, hogy simán benne volt a pakliban, hogy ő elfordítja azt a kilincset, és kiengedi a levegőt. Na most, utána ennek következtében, aztán azt viszont mondja Gregory, aki mondom a Silver csapatnak, az ezüst csapatnak a vezetője volt, tehát a repülés pilótája, hogy amikor ő felébredt, és hogy átvegye a műszakot, akkor arra ébredt, hogy azt látta, hogy a kabinajtón ez a bizonyos kilincs, ez szikszalaggal le van nagyon durván ragasztva, és teljesen le van fedve, meg körbe van gányolva, amit nyilvánvalóan az Overmeyer csinált, mert neki ő is végigfuttatta az agyán, hogy itt van ez a kiakadt ember, akit alig ismerünk, és hát még a végén kitalálja, hogy kiengedi a kabinból a levegőt. Végül aztán megadta Houston a lehetőséget az embernek, hogy megcsinálja, megjavítsa a kísérletét, meg is javította, sikerrel járt, és így a dolog elmúlt. Egy-két kísérlet is működött, akkor emberünk rendbe jött, nem gondolta, hogy csalódást okoz a kínai közösségnek és az apjának, és aztán végül nem lett ügy a dologból, vagyis hát dehogy nem lett ügy, mert a NASA ennek hatására rendszeresítette. Ja igen, még ezt hozzáteszem, hogy baj nélkül visszatért az űrrepülőgép május 6-án egy hetes repülés után. További problémák nem voltak, de hát azért ez egy olyan helyzet volt, amire nem volt példa az űrkutatásban korábban. Na most ugye az van még, hogy hát ennek hatására rendszeresítették a parancsnoki lakatot. Ugye nyilván persze az űrprogramban, amikor rögtönözni kell, akkor igen sok mindent megoldanak szigetelő szalaggal, de hát kifejlesztették a profi lakatot is, ami egy olyan lakat volt, aminek a parancsnoknál volt a kulcsa, amit rá lehetett rakni erre az ajtózáró rendszerre, és igazából csak a parancsnok tudta kinyitni a lakatot. Na most nyilván, persze, még egyszer azért fontos, hogy a start meg a leszállás szakaszában gyorsan nyitható legyen a kabinajtó, de amikor az űrrepülőgép amúgy is fönt van föld körüli pályán a vákumban, akkor amúgy is semmi értelme nincs az ajtónyitásnak. Tehát ezért ezt a lakatot rendszerint, amikor a parancsnok úgy ítélte meg, hogy nem bízik valamelyik társában, aki lehet amúgy egy profi űrhajós is, aki véletlenül kiakad, hát miért ne történhetne ez meg, hát az űrutazás pszichológiája az egy érdekes dolog. De különösen, ha ilyen payload specialistek csatlakoznak ilyen kb. Last minute módon a csapatokhoz, akkor egy csomószor úgy érezték a parancsnokok innentől kezdve, hogy hát ez egy jó dolog, és akkor felrakták a lakatot. Miután földkörüli pályára állt az űrrepülőgép, parancsnok felrakta a lakatot, és a fékező gyújtás, vagyis a földre visszatérés megkezdés előtt levették a lakatot, de amíg fönt volt a Space Shuttle, addig fönt volt a lakat. Ez a lakat, ez valóban létezett, a NASA soha nem verte nagy dobra, de az egyik közvetítésen, amit a CBS sugárzott, későbbi repülésen akkor jól látszik például, hogy ott van ez a bizonyos lakat, ez a Commander's Padlock, vagyis a parancsnoki lakat. Amúgy például volt ilyen, de több beszámoló is létezik ilyenről, például amikor ugyancsak egyébként szintén 1985-ben volt az első mexikói ember az űrbe, Rudolf Nerivela, ő is egy mérnök volt, és mint kiderült, egy nagyon együttműködő jófej csávó, nem volt vele amúgy semmi gond, de ő is kb. Néhány hónappal a start előtt csatlakozott a felkészüléshez, és a parancsnok egyébként egyáltalán nem bízott benne, úgyhogy ő is jónak látta feltenni a lakatot, és hát még több ilyen esetről is lehet tudni innentől kezdve.
hogy ez gyakran megesett, hogy ezt fölrakták. Úgyhogy eznek az a jelentősége, hogy megint, ahogy mondtam is az adás elején, mostanában megint ott tartunk, hogy mindenféle népek mennek föl az űrbe, ugye van már olyan orosz film, amit az ISS-en forgattak, amiben ugye egy színésznő meg egy operatőr felment az űrbe, egy profi űrhajós kíséretében, de most már, ugye persze ott voltak az úgynevezett űrturisták, vagy space flight participantek, például a magyar Charles Simonyi, aki kétszer is megérte az űrállomást, de hát mostanában egyre inkább vannak mindenféle ilyen valamik. Például az a konstrukció, amiben majd a magyar űrhajós is fel fog menni, az Axiom Space nevű, hát úgymond űrutazási iroda közvetítésével, az nem csak profi űrhajósokat, vagy ilyen félprofikat úgymond, ilyen, például a magyar űrhajós az ilyen értelemben tekinthető egy profinak például, de például ugyanazon a cégen keresztül ugyanúgy elvileg a következő egy-két éven belül fel fog menni egy olyan ember, aki egy valóságsónak a nyertese lesz, és ott az a nyeremény, hogy az fölmenjen az űrbe például. Tehát, hogy ilyen formák mennek már föl, és hát persze jogos, nyilván az óhatatlanul azzal jár, hogy az a, nem is csak az, hogy a pszichológiai szűrés, mert azért rá lehet csúszni a pszichológiai vizsgálatokon, bármilyen alapos is, hanem hogy ezek az emberek egyáltalán nem összeszokott csapatokként érkeznek oda, nem ismerik egymást, és hát ilyen óhatatlanul mindenféle veszélyforrást hoz, hogy valaki bekattam fönt, vagy eleve olyan tervel megy föl, hogy szabotáljon valamit, vagy ilyesmi, vagy fenyegetőzzön, vagy tönkre tegyen valamit. Hát bizony, azért ezek minél többféle ember megy föl az űrbe, annál inkább erre egyre reálisabb veszély van, és hát ez egy olyan dolog, amit nem szabad napjainkban sem figyelmen kívül hagyni, de most bekapcsolom a telefon vonalt, amelyhez egyébként a 215-37-73-as hívószám tartozik. És közben azért mesélek még erről arról, tehát hogy ez a Payload Specialist program azért mondom mindenféle ilyen meglepetéseket tartogatott. Ennek ellenére egyébként profi űrhajósokkal is előfordult, hogy volt olyan, hogy egy mission specialistet, tehát egy hivatásos NASA űrhajóst került valami gyógyszer hatására olyan állapotba, hogy konkrétan közveszélyes volt, és le kellett kötözni. Most azt nem lehet tudni, hogy ez ki volt, vagyis hát nem hozták nyilvánosságra a nevét, de ilyen is történt. Aztán olyan is történt, hogy még a szovjet űrprogram idején két esetet is elmondok, bár az egyikről egyébként beszéltünk talán Boros Katalin doktornővel, amikor űrorvostan témakörben járt itt nálunk, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, de minden esetre az ismétlés a tudás anyukája, tehát akkor azért elmesélem, hogy 1976-ban a Szaljutott 5 űrállomáson szolgálatot teljesítő Zsolobov űrhajósnak igen komoly lelki problémái voltak, olyannyira, hogy az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében, és hát ugye azt a földről próbálták lebeszélni erről a pszichológusok, meg Germán Titov, az egyik fő űrhajós, mondta neki, hogy gyerekeid vannak, várnak rád, meg minden. Szív problémái is voltak, ez csak súlyosbította a dolgot, és végül is aztán idő előtt vissza kellett jönni ennek megfelelően, mert annyira veszélyesnek ítélték meg az állapotát. Szóval igen, voltak azért cifra dolgok. Egyébként pont emiatt, hogy hát mi történik akkor, hogyha nem jön össze egy küldetés, régóta köröznek, meg science fiction filmekben is megjelenik az a városi legenda, hogy az űrhajósok amúgy visznek magukkal olyan tablettát, amellyel hát ha úgy döntenek, véget vethetnek az életüknek egy pillanat alatt, valami cián kapszulát vagy ilyesmit. Na de ilyesmi nem volt, soha nem volt. A NASA hivatalos álláspontja meg az űrhajósok egybehangzó visszaemlékezése szerint már csak azért sem, mert pontosan amiatt, mint hogy láttuk, hát igazából nagyon könnyen el lehet ezt intézni, csak el kell fordítani egy kallantyút, és kimegy a kabinból a levegő. Tehát ez a Jim Lovell úgy írta, hogy ha végül is úgy alakulna, hogy ezt kell csinálni, az, hogy kinyitom a kabin ajtót, ez egy sokkal tiszteletreméltóbb módja ennek, mint valami tabletta. Hát igen. Na jó, szóval hát ilyenek is vannak, ez is a része ennek az egész biznisznek. És persze, nyilván a hosszú távú repülések során azért felerősödhetnek ilyenek. Ugye az említett Zsolobov-Volinov repülés a Szaljut 5-ön, ha jól emlékszem, Szaljusz 26 volt. Ez amúgy egy katonai űrállomás volt, katonai programmal voltak ott fönt, földmegfigyelési programmal, úgymond. A lényeg, hogy az egy hosszabb repülés volt, egy több hetes,
utazás, de hát látható, hogy már az ilyen egyhetes kisebb kiruccanásokon is előjöhetnek ilyen problémák. Igen, a Payload Specialist program ugyan nyilván éppen emiatt is, hogy egy hazugságra épült, és ez a hazugság pedig az volt, hogy nagyon megbízható és lényegében veszélytelen az űrrepülőgép, azért utána nagyon lecsökkent az űrbe utazó Payload Specialistek száma, annak ellenére, hogy hát nem szűntek meg az ilyen repülések, ugye említettem John Glennnek az útját 1998-ban, ő ugye 77 évesen ment föl a második űrutazására, és hát akkorra már a NASA úgy tűnt, hogy hát eleget tanultak ahhoz, hogy biztonságosnak gondolják az űrrepülőgép rendszert. Persze tévedtek, hiszen 2003-ban jött az újabb tragédia a Kolumbiával. A lényeg, hogy John Glenn repülése is egyébként mérsékelt örömnek örvendett itt az a profi űrhajósok körében. Ők annak ellenére, hogy itt arról volt szó, vagyis úgy volt tudományos szempontból becsomagolva ez a dolog, így nyilván nem alaptalanul, hogy itt ez egy fontos vizsgálat, mert a Glennnek a 1962-es első űrrepülésének és a 98-as második űrrepülésének, ami között tehát tényleg rengeteg idő eltelt, és közben megöregedett az ember, de mind a két repülésének az orvosi adatainak az összevetésével sokat lehet tanulni az öregedés folyamatairól, meg hogy lehet azokat esetleg visszafordítani, főleg, hogy a súlytalanságban fellépő csontritkulás, meg izomsorvadás, amik a gravitáció hiánya miatt kialakulnak a fiatal szervezetben is, azok amúgy nagyon hasonlóak az öregedés tüneteire, és hát úgy gondolták, hogy ebből érdekes orvosi dolgokat lehet tanulni, de hát tagadhatatlan, hogy ennek ellenére itt arról is volt szó, hogy egy idős és lényegében nagyhatalmú szenátor úgy döntött, hogy keresztül nyomja az akaratát a NASA-n, és hát ez meg is történt. Tehát a Dan Goldint, az akkori NASA adminisztrátort vagy igazgatót, John Glenn meggyőzte, de hát az űrhajósok osztagnak azért több tagja, annak ellenére, hogy sokuknak gyerekkori hőse volt természetesen John Glenn, de hát azért sokan húzták a szájukat, és hát nem is alaptalanul, mert tényleg ez már megint annak a visszajövetele volt egy kicsit a kultúrába, hogy hát mi baj történhet. Hát igen, szóval ilyen értelemben még mindig nem vagyunk ott. Azt kell, hogy mondjam, hogy van például ez a rendszer, amit úgy hívnak, hogy kicsi űrugrásokat lehet vele végrehajtani, és turisták utaznak rajta. Ez a Starship 2, Virgin Galactic-nak a kis űrrepülőgépe, amit egy másik repülőgép leenged, és szilárd hajtóanyagú rakétahajtással fölmegy több mint 80 kilométer magasságra, az emberek ott lebegnek néhány percig, akár kísérleteket is csinálhatnak, olyan is van, vagy egyszerűen űrturistáskodnak, és aztán szépen visszaszállnak. Na ez például szintén egy olyan rendszer a megítélésem szerint, ami annak ellenére, hogy már több repülést végrehajtottak vele, annak ellenére azért eredendően egy veszélyes konstrukció, és remélem nem a proféta szól belőlem, de én azt gondolom, hogy bizony-bizony egyáltalán nincs azon a biztonsági szinten, amivel ezt így marketingelik, tényleg, hogy most már mehet a nagymamád is az űrbe, tehát hogy nem. Mikor emberek ülnek szilárd hajtóanyagú rakéták vagy rakétarepülőgépek hegyében, azért az mindig egy problémás és veszélyes üzem, és természetesen ott sem történt még elég repülés ahhoz, hogy tényleg szolgálatkészé lehessen nyilvánítani valamit, tehát az valójában ne felejtsük el, hogy ebben a bizniszben minden repülés berepülés, minden repülés egy kísérleti repülés. A Space Shuttle-nél az az elképesztő dolog történt, hogy 4 tesztrepülés után, amelyeket 2 tagú személyzetekkel hajtottak végre, csak parancsnok és pilóta volt, lényegében üzembiztossá nyilvánították a rendszert, ami tényleg azt jelentette, hogy az első 4 repülésen, amin 2 ember vette hát részt, azokon például még volt katapultrendszer, vagyis olyan megszakító rendszer, amivel vész esetén, például egy Challenger típusú robbanás esetén esélye lett volna a személyzetnek, hogy elhagyja a kabint. Már csak geometriai okokból se, amikor már nem 2, hanem 7, vagy akár csak 5 utaztak az űrrepülőgépen, akkor már nem lehetett volna ezeket a katapultüléseket
lehetett betenni. Tehát onnantól kezdve, hogy a negyedik út után azt mondták, hogy hajrá, most már mindenki boldog-boldogtalan mehet fel az űrbe, minden tök biztonságos, akkor ki is vették a katapult rendszereket. Tehát nem csak az, hogy 4 repülés után lényegében szolgálatkészé nyilvánították a rendszert, hanem egyben ez lett az első olyan emberes űr, ember szállítására létrehozott űrhajórendszer, amiben nincsen semmiféle ilyen mentőrendszer. Tehát nincs katapultülés, nem volt katapultülés a Space Shuttle-on. Na most ugyanez elmondható egyébként az emlegetett Spaceship Two-ról is, ami a Virgin Galactic-nak a Mojave sivatagból felszálló, ilyen hát részben turisztikai célú, mondom nem földkörüli pályára álló, hanem rövid úgynevezett űrugrások végrehajtására létrehozott konstrukciója. Ugyanúgy nincs rajta mentőrendszer, és ugyanúgy problémás lehet ez a dolog. Arról nem is beszélve, hogy a fejlesztés során is volt abból robbanás, még a kísérleti fázisban újra is kellett építeni az egészet. Szóval igen, tehát még nem vagyunk ott. Annak ellenére, hogy azért vannak persze olyan biztató sorozatok, mint például a SpaceX, ahol mi például a magyar űrhajóst is fölviszi, meg ami jelenleg az egyetlen olyan amerikai űreszközrendszer, ami embereket tud fölvinni az űrbe Amerikából, ez a SpaceX-nek a Dragon űrhajója. Hát az a Falcon 9 hordozó rakéták viszik, amik éppen az Elon Musknak a Starlink műholdjaid, amit tényleg így hetente küldik őket föl például. Tehát ott abban a hordozórakéta rendszerben és már az űrhajó rendszerben is olyan rutin halmozódik föl, hogy talán az már egyszer tényleg elérheti azt a biztonsági szintet, amivel a Space Shuttle-t hirdették annak idején. Vagy amivel most a Virgin Galactic hirdeti a dolgait. De mondom, talán. És még egyszer, itt minden repülés óhatatlanul kísérleti repülés, mert soha nem tök ugyanolyan állapotban megy fel az űrhajó. Tehát mindig, mivel tényleg mindig más kísérletet csinálnak, minden küldetésnek más a célja, ezért aztán mindig más van a fedélzeten, és soha, tehát nem nagyon, nem fordul elő olyan, hogy kétszer ugyanaz a cucc menjen föl. Ennek megfelelően nem olyan a helyzet akkor sem, mint egy utasszállító repülőgéppel, ami ide-oda ingázik mondjuk Budapest és New York között. Tehát nem ez a helyzet. Úgyhogy nem is lesz egy jó darabig. És akkor ez tovább komplikálja ez a faktor, hogy az amúgy is megbízhatatlan technikára, vagyis nem 100%-osan megbízható technikára rá lehet ültetni ilyen embereket, akik meg nem óhatatlanul 100%-osak minden körülmények között. Tehát a Taylor Wang szemszögéből az egész történet, az persze teljesen érthető. Ő egy fizikus volt, éveket fordított erre a kísérletre, neki az volt a cél, hogy ezt a kísérletet megcsinálja, és kész. És most úgy érezte, hogy most ennek az útjában állnak. És végül is nagyon mást ő nem tudott volna csinálni, hogy meggyőzze a földi irányítókat, tehát elkezdett így érzelmi zsarolásba, meg hát konkrét fenyegetésbe átmenni. Az persze, mivel hogy ő maga nem kommentált azóta se, erről az esetről semmit, azon kívül, amit most elmondott, hogy a kínai kultúrában ugye, hogy milyen rossz a kudarc, és hogy az apjának hogy nézett volna a szemébe a repülés után. Tehát ezeket ő mondta, de hogy ezt így konkrétan nem mondta, hogy most konkrétan kinyitotta volna az ajtót, tehát ezért mondom, hogy ez részint ilyen legendákból áll össze, másrészt abból a dologból, hogy tényleg a Gregory az látta a váltásban, hogy le van szikszalagozva az ajtó, meg hát, hogy tényleg kiakadt az ember, meg hogy utána bevezették, ezután a repülés után bevezették ezt a lakatot. Tehát ez így összességében azért összeállni látszik ez a sztori, mondanom sem kell persze, hogy Taylor Wang az soha többé nem repült az űrbe, de hát payload specialistként nem is szokás egyébként többször repülni. Nagyon kevés olyan eset van, ha van egyáltalán, hogy egy ilyen módon kirendelt payload specialist az többször eljutott az űrbe. Na, hát én úgy gondoltam, hogy ez egy érdekes és tanulságos, napjaink szempontjából is tanulságos története volt az űrkutatásnak, vagy egy epizódja az űrhajózás történetének, úgyhogy gondoltam, hogy ez megér annyit, hogy ennek szenteljünk egy adást, meg egy ilyen módon akár az egész Payload Specialist programnak is, ami tényleg hát furcsa volt, és valahol félelmetes, más szempontból meg persze tök jó.
Viszont ez az adás véget ért, úgyhogy hát csak annyi maradt hátra, hogy mindenkitől elköszönjek, meg hogy mondjam, hogy persze, továbbra is várjuk, most itt nem volt betelefonáló, de a sokolebresztó@gmail.com-ra jöhetnek a jobbnál jobb kérdések és kommentek, ahogy szoktak is jönni, meg persze az adást vissza lehet hallgatni majd a Tilos Rádió archívumában, illetve csütörtöktől a Parallaxis Podcast Parallaxis Univerzum platformjain is, amelyre szerintem a legegyszerűbben szokolebresztősök úgy jutnak el, hogy beírják, hogy sokolebresztó.hu, és hát akkor ott aztán minden van, nem csak szokolebresztő cuccok, hanem mindenféle más érdekes podcast is, amit amúgy csinálunk, például science fiction filmek kibeszéléséről és hasonlókról. Na, az adásidő viszont tényleg lejárt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Két hét múlva jövünk vissza. Várhatóan például Bérci Szaniszlót szólaltatjuk meg a holdkőzetekről, mert 30 éve vannak Magyarországon holdkőzet minták kölcsön a NASA-tól, és ez egy olyan évforduló, amit érdemes lenne ilyen módon megünnepelni. De nem biztos, hogy összejön, majd meglátjuk, de ez biztos, hogy érdekes lesz két hét múlva is az adás, reményeim szerint. Úgyhogy mindenkit várok akkor is, szeretettel, addig is meg mindenki érezze jól magát. Jó napot és jó hetet kívánok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész!